Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Tulajdonképpen ennél a jóslásnál szerelmi témáról van szó, és itt feltesszük a kérdést, hogy mi az ő következő lépése, mit fog tenni irányodba, és mire kellene odafigyelned. A fő téma itt van középen, és ez a levél, ez lehet egy hír. Vagy írni fog neked, vagy arra vár, hogy te írj neki. Más területen, más életterületen ez a levél lehet egy szerződés is, munkahelyi szerződés, adásvételi szerződés, bérleti szerződés. Lehet, hogy ezek is olyan fontos témák. De ami kettőtöket illet, a levél jelent egy kapcsolatot, egy hírt, esetleg egy meghívást. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a kelyhek jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Most nála vannak emlékek. Vagy visszagondol arra az időszakra, amit veled együtt eltöltött, vagy vannak gyermekkori emlékek. Ennél a képnél van egy kis nosztalgia. Ki hogyan befolyásolja őt? A külső befolyások az itt látható. Itt a halál kártyája lehet egy örökösödési ügy. De nem biztos, hogy így van, hiszen ennek a kártyának inkább egy szimbolikus jelentése van, mégpedig arra utal, hogy ő lezárt bizonyos kapcsolatokat, le akarja zárni a múltat, nem engedi meg, hogy mások befolyásolják őt. Mit fog tenni irányodba? Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz itt meg, mint egy királynő, és ő így lát téged. És mint királynő, uralkodsz a tűz eleme felett. Az jelenti a bátorságodat, a lelkesedésedet, vagy jelentheti a szenvedélyeket is. És hogy viszonyulj hozzá, mit kellene tenned, az itt látható jobb oldalon. Itt az érmék. Jelenthetik az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást, és ez összefügg egymással. Ez lehet egy munkahelyi változás, egy új kezdet. Amit az érmék még jelenthetnek, a föld eleme, és az jelenti a reális dolgokat. Hogy ő a terveit veled együtt meg akarja valósítani, és a tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Amit ez a kép még jelenthet, esetleg anyagi segítség, vagy jelentheti az értékeket, hogy ő közli veled, hogy értékes vagy számára, hiszen te vagy a királynő. Ő közeledik hozzád, de még nagyon bizonytalan, olyan, mint egy kisfiú, nincsenek igazán tapasztalatai, hogy tudná kimutatni az érzelmeit, de megváltozik, hiszen itt megjelenik már, mint egy király, és mint király nagyon magabiztos lesz, azt is elvárja, hogy te úgy tekints rá, mint egy királyra, hogy megkapja megbecsülést, az elismeréseket, vagy hogy csodáld őt. És összeilletek, ő a király, te vagy a királynő. És ez volt az általános jóslás, az ő következő lépése.
Ez a jóslás megrendelhető, a díjam az 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10 000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!